Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Pál apostol Filippiekhez írt levele, 4. részének 13. verséből szól hozzánk Isten igéje. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Olvastam valahol a világhírű itáliai hegedű művészről, Paganiniről, hogy egyszer egy árverésen vett részt Londonban, ahol többek között egy rozzant, öreg hegedűt is értékesítettek. De senki sem akart ígérni érte semmit. Ekkor Paganini fogta a hegedűt és kipróbálta. Letörölte róla a port, meglátta rajta a mester kézjegyét, felhangolta a húrokat és elkezdett játszani rajta. Az emberek ámulattal hallgatták a csodaszép hangokat, amiket a híres mester csalt elő az öreg szerszámból. Paganini csak tovább játszott, míg egyszer egy húr elpattant, de ő folytatta tovább 3 húron. Megint elpattant egy húr, és ő tovább folytatta 2 húron. Majd megint elpattant egy húr, de a megmaradt egyetlen húron olyan szépen játszott tovább, hogy a tömeg elfelejtett az álverésről. És ami abba hagyta, egyszerre minden oldalról az ajánlat a hegedűre megindult. Egymást licitálták túl az emberek, vajon miért lett a hegedű értéke ilyen kapós hirtelen. Mert meghallották az emberek, hogy mivé lehet egy poros hegedű, ha a mester kezébe kerül. Igen, az életünk hangszere is ilyen. Belephet bennünket a világ pora, lehetünk megrepett nádak, füstölgő gyertyák, romlelkű emberek, de ne felejtsük el, a Teremtő kézegye rajtunk van, Isten képmására teremtettünk. Ha nézzünk önmagunkra, akkor mindig kétségbe esünk. Ha érezzük a lehangolt állapotunkat, mindig azt érezzük, hogy lehangolt az életünk. De a mester kezébe kerülve, szépen szóló hangszerré válhatunk mindnyájan. Ezért imádkozzuk az énekíró szavaival, megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Amen.